Holnap forgatunk, és most van este 10 óra. Jó koszos. Most rám hárult az a feladat, hogy a cateringet elintézzem, és nem az ebédet, hanem víz, kávé, üdítők, nasik. És én igazából részben betegség miatt, részben pedig lustaság miatt eddig nem intéztem el. Úgyhogy most a forgatás előtti éjszaka, beülök a kocsimba, és elmegyek, vásárolok. Mert ez, mi itt van, ez nem elég. Ugye nekünk, mint gyártócégnek, ezzel is foglalkozni kell. Oké, hogy vannak műanyagpoharak, szalvéták, kávé, teák, kis tányérok, nasik, meg cukor, meg édesítő, meg tejpor, de kell tej, még üdítő, mert ez a pár liter, ez nem elég, úgyhogy ezeket kell most nekem beszerezni, megyek is. Kiforgatás. Első helyszín. Igen, mindent várok. Soha nem lesz már jobb. Igen, mindent várok. Ez az első helyszín. Csinálunk egy tágat, csinálunk egy közelít, utána lébeket. És megyünk le a medencén. Aha, minden a legész nap ez lesz a menet. Főszereplőről szóló felvételek, zenészről és kettő együtt. Egyedül maradtál, talán még 20 éve tetszett is volna, de aztán rájöttél. Jó, elkezdünk forogni, jó? Megosztanod a fájdalmad, ami benned már összegyűlt, minden te közül. Hasd eljebb a fejed elő, ez az. Kéjjel is elragadnak, miközben nézel ki, és hogy fel kéne tenni a kezed. De arra fogok fel, hogy kinézni, és most mit lépsz? Mondd meg, hova mész? Mondd meg, mit teszel és miért? Ennyi, köszi. Beszélünk, kitalálunk, hogy mi az, ami jobban fog állni, és veszünk egy próbát. Az, hogy állsz és behajolsz és így magyarázol neki, kicsit hátradépsz, néha rátérdelsz, leülsz mellé, ez egy perc. Felveszik többször, felveszik több lámból, ez egy ilyen furaszító, hogy valaki ül és neki magyarázol, mert nem is nézve, nem is foglalkozik vele. De ez a lényeg, ez a feladat, ez az alapkoncepciónk egész nap mindenkire. Kamerában nem nézel, az ott van, így ez az irány, a fő irány. Jó. Neked ugyanazt kéne csinálni, amit eddig csináltál, ez a kinézel, le a fej, mint hogy igazából csak a fejedbe lenne, jöjjön neked a gondolatokat az agyadba, a fejedbe. Világít az égben, a hold fenn az égen, egyedül. Minden nap érzem, világít az égben. Szeretjük a Mr. Robotos dekompokat, mondjátok? Sima slider, A7S2, egy TV Logic kis monitor, Samyang optikával. Kis virág, óvatosan kiemelve fényjel. Ez a fény, még szándékosan sziluettes. Többször lesz hasznos, amikor hátra vagy dőlve, és ott is tudsz majd játszani a kezeddel, meg ott lehajtani a fejed, meg hátra szembehúny. Ez is jó, hogy itt elő vagy, csak szerencsések, hogyha többet vagy most hátul. Majd van a lényészeskedés. Úgy érzed, hogy téged mindenki elhanyagol? Állj fel és sétálj ki a képből! Nézd, ha... Vagyunk a medencénél, ahol felvesszük a második jelenetet. Az akváriumot letesszük félig a vízbe. És úgy fogunk arra látni. Nincs az etök jó manuális megoldás, nem kell víz alatti kameratok. Yeah, come on! Pont jó a víz. Besétálhatsz! De amit szeretnék, akkor lehet másképp tenném azt, amit én rég. Elrontottam és ma válna, de ebből elég. Csak magadnak az utál, de miért? Most már látod azt, hogy ez... Jó, most megint dőj hátra, kérlek, ahogy eddig csináltad. Mindig is félj, saját magad is feladod, ezt mind az álmai dél. Mit ér valójában mindez neked meg a pénz? Ezt akkor érzed, amikor majd beüt a pénz. Zene az halkan kéne, zsetonnal játszás, meg ilyen apróságok. Visszafele még, lehet, hogy bánod már. A fel le is hajthatod rá, tehát meg a kezedre a homlokod a kemben. Legalább tudod jó, mit kellett volna. Meg az, amikor így nyúlsz felé, az tök jó mondjuk, hogy próbálnád az arcát meg sem ugatni, de nem fogod tudni. Ezt nem érinted le, csak hogy meg szeretnéd, aztán visszahúzom mondjuk két a kezed, jó? Egyedül. Világít az égben, a hold fenn az égen, egyedül. Figyeljetek? Igen, fújjatok bele. Nyakendő. Úgy jó, lazítsd meg, húzd meg, ez az. Hádi 50 kocka. Figyelj, tessék Balázs! Itt vagyunk. Hol vagyunk? Gyenesdiáson. Szerintem az év legbrutálisabb vihara volt tegnap. Kempingezünk. Azt hittük, hogy meghalunk Petivel együtt. Ugye? Aludtam egy óra. Peti ilyeneken parázott éjszak, hogy felkapja a sátort a szél, kitépi a pöcköket. Hát simán. Irgalmatlan zuhári volt. Ez a Szabi nagyon profi, brutál jó
sátra beázott. Igen, már Tokai Peti, miért nem szóltál, hogy ne hagyjam otthon a fogkrémet, meg a fogkrémet? Nem tudom, ez az én hibám. Azért mondom. Kettő, miért nem szóltál, hogy ne szemüvegben ugorjak fejest a kibaszott Balatonban? Benne vagyunk a vízben, Szabi szemüvegben mondta, hogy megy ugrani, megkérdeztem, majd de a szemüveg az én, ez áll nem gáz, ez bírja, ez nagyon jó bírja, nagyon merev a szára, semmi baj nem lesz. De eddig bírta. Sokat ugrottam már fejest ezzel szemüveggel, és nem esett bele a vízbe. Hát eddig mehet. Bírta. Eddig bírta, beleugrott, puff, szemüveg off. Ezen a szépen forgattam a Nyitány című videóklipemet, és most meg itt vagyunk, turistaként. Ez a Káli Ártin, én forgattam az Image filmét, ennek a gyönyörű helynek. A saját anyagomban Impromo előtér, mert egy szép hely. Faggasson operatőr, te mint operatőr, aki már forgatott ezen a gyönyörű szép helyszínen. Mi az, ami neked mondjuk ebbe tetszik? Ami miatt szép ez a hely? Mindenképp a táj. Magasan fekszik az egész, szerintem tök jó, hogy így rá lehet látni Balatonra. De ezek a szőlők, az egésznek a kiépítése, ezek a faházak. Az egész feeling, hogy nem egy zárt épületben vagy, hanem teljesen így kint ülsz a szabadba. Ez egész hangulat a gyönyörű. Ezekre a helyszínekre szerintem ezen a tájra rettentően igaz ugye az, hogy annyira autentik, és annyira úgy tűnik, hogy mindent kb. Kézzel marhák, csináltak. Ugye, igen, szürke marhák is. Olyan érzésre, mint hogy mindent kézzel csinálnának, tehát ilyen homemade lenne az egész cucc. Igen. Kézműves, na ez ami szerintem az igazi kézműves feeling, ugye ahol voltunk a Káli Ártin is, meg ez is. Itt és elhiszed, hogy hogy a nától kezdve minden. Oké, okay, ott van benne a vintage lámpa, még arra is figyeltek. Biztos, hogy minden étel egyébként egyedi, sőt az összes szörp is házi. Cserefről nagyon sok ilyen hely van, és szerintem egy városi gyerek jól érzi magát itt. Hát igen, meg ide kihozod a gyerekeket, családod, bármit, és itt gyakorlatilag egy egész napot, sőt még hetet is simán eltöltesz, anélkül, hogy hazavágynál. Jó, ez a borfesztivál. Ide jöttünk pihenni, és befogtak minket dolgozni. Leöntöm a vizet. Jaj! Miről beszélünk, a kameráról? Tehát azért is szeretem ezt a kis Alpha 6300-at, mint kiegészítő kamera. Egyrészt, mert van egy olyan pici gimbal hozzá, amit akár teszem azt Egyiptomban, sivatagon, kvadon kiválóan lehet használni. Másrészt, ha akadnak váratlan szituációk, ide jön valaki a fejével, akkor átáll élességben, majd visszaáll. Jó, gyorsan. Így a Focus Pullert már is megspórolja a produkció. Kedves nézőink, a sorozatot jövő vasárnap folytatjuk.